Elnök úr, tisztelt államtitkár úr, ha jól látom, a miniszter úr megint nem tette tiszteletét, hogy válaszoljon erre a kérdésre. Mint sokunk számára itt ebben az országban ismeretes, hogy múlt héten elképesztő jogsértéseket tárt fel egy civil szervezet a Topházban Gödön, és az EMMI múlt csütörtökön megdöbbentőnek és elfogadhatatlannak nevezte azokat a jogsértéseket, amelyeket a nemzetközi vizsgálat keretében tártak fel a civilek. Az MDAC 220 fogyatékossággal élő embert ellátó bentlakásos intézményben tett áprilisi látogatásokkor, mint ismeretes rossz higiéniai körülményeket, fizikai korlátozást, alultáplált és eláthatatlan sebektől szenvedő gondozottakat találtak. Az EMMI úgy tudom ezért rendkívüli vizsgálatot indított, és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felfüggesztette állásából az intézmény igazgatóját. És akkor most kezdődik a történet, tisztelt államtitkár úr, nem gondolom azt, hogy az EMMI ezzel le tudja ezt az egész történetet. Én nekem az az alapvető kérdésem, hogy miért egy civil szervezettől kell ezt megtudnia Magyarországnak, hogy ilyen körülmények vannak a Topházban. Egyáltalán elintézhető-e az EMMI és a miniszter úrnak a felelőssége ennyivel? Ott van az intézmény fenntartó, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, elvileg kötelező rendszeres vizsgálatot folytatniuk, de ott van még egy szervezet, ugye a kormányhivatal, a fővárosi és a megyei, ami elvileg szintén évente ellenőriz. Megkaphatnánk végre ezen vizsgálatoknak a dokumentációját, tisztelt államtitkár úr. Egyáltalán voltak ellenőrzések, mert ha voltak, akkor miért nem derült ki ez korábban, ha meg nem voltak, akkor azt gondolom, hogy ez önmagában egy botrány. A helyzetet egyébként súlyosbítja, hogy a civileket akadályozták abban, hogy elvégezzék az amúgy európai közösségi szinten biztosított munkájukat. Még egy EU-s tagállam nincs a közösségben, aki akadályozta volna ezt a csapatot abban, hogy elvégezze a monitorozó tevékenységét. A konkrét országgyűlési képviselőt, aki szintén ott volt és szintén monitorozni akarta az intézményt, egész egyszerűen félrevezették. Egy patyomkin intézményt mutattak a számára, konkrétan számomra, úgy tettek, mintha minden rendben volna. Hatalmas a forrás hiány ezen a területen. Tisztelt államtitkár úr, adnak végre pénzt a szociális szférára? Végre megfizetik az ott dolgozó embereket? És konkrétan végeznek egy átfogó stratégiai átvilágítást az összes intézménynél Magyarországon? Kaptak az ott évő áldozatok segítséget? Hogy áll ez az ügy, tisztelt államtitkár úr? Részletes válaszokat várok. Köszönöm szépen, képviselő asszony, tisztelt asszony, és megadom a szót Rétvári Bence államtitkár úrnak. Parancsolja, államtitkár úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház. Engedje meg, hogy először beszéljek az intézkedéseinkről ezen a téren, és utána pedig az ön látogatásról az intézményben, amelyet elfelejtett itt megemlíteni. A magyar kormány számára elfogadhatatlan, bárhol, bármilyen módon gyermekeket bántalmaznak. Éppen ezért a legszigorúbb törvényi szabályokat fogadtuk el a büntető törvénykönyvben, hogy mindenki, aki gyermekek sérelmére követel bűncselekményt, a lehető legszigorúbb büntetéssel kell, hogy szembenézzen. Lépéseket tettünk annak érdekében is a gyermekbarát igazságszolgáltatás kialakítása során, hogy minden ilyen bűntény felderítésre kerülhessen, hiszen sokkal könnyebb most már az eljárást lefolytatni, a gyermekek számára kevésbé traumatizáló, az akkori eseményeket kevésbé felidéző körülmények között tudják minden megyei rendőrségen elmondani azt az esetet, azt a történést, ami velük kapcsolatban lezajlott. Éppen ezért bízunk benne, hogy minél jobban meg tudjuk előzni a későbbiekben ezeket a bűncselekményeket, és minél jobban tudunk segíteni az áldozatoknak, de leginkább a megelőzés az, amire törekszünk. Ebben az esetben is, amint a tények napvilágra kerültek, az SZDF felfüggesztette az intézmény igazgatóját, új vezetőt nevezett ki idéglenesen, pontosan azért, hogy tisztázni lehessen a körülményeket. És minden korábbi esetben, amikor hasonló eset fölmerült, akár nyilvánosság előtt, akár még korábban, mielőtt a nyilvánosság előtt fölmerült volna, mindig a lehető legszigorúbban eljártunk, és azonnal vizsgálatot rendeltünk el. Azon intézményvezetők, akik szabálytalanságot követtek el, az előző vizsgálatok során ellettek küldve az intézmények, sőt, van, aki azóta börtönbüntetésre is szembe kell, hogy nézzen. Ebben az intézményben is volt egy korábbi vizsgálat, ennek nyomán került felmentésre az előző vezető, és 2016. november 16-án került kinevezésre az új. Ön is tudja, hogy a későbbi terveink, a kitagolás 77 milliárd forint van erre, hogy kis családias intézményekben legyenek. Ön, ha jól tudom, 2016. november 17-én járt az intézményben, csak hogy utána ön az erről beszámoló Facebook bejegyzését, mint a törölte volna a Facebook oldaláról, ezzel kapcsolatban nyilván nekünk is lennének kérdéseink, de ebben az ügyben ugyanolyan szigorúsággal fogunk eljárni, mint a korábbiak során. Köszönöm szépen.